Kezdjük egy problémával, hiszen szeretjük a problémákat. I don't want peace. I want problems, always. Mindig izgulok, hogyha valamilyen wireless rendszert kapcsolok a kamerámhoz, hogy milyen lesz a minőség, hogy elvesztem a kapcsolatot. És ugye szeretünk beszélni a problémákról, ahogy mondtam. De ma át fogjuk ezt beszélni, és még egy nagyon jó megoldást is találunk rá. Ma meg fogok mutatni egy nagyon király alternatívát, ami konkrétan 32 bites flow-t a legmagasabb minőségbe tud felvenni, ilyen hangokat, beszélgetéseket. A Zoom F2-ről lesz szó, ami a legkisebb hordozható felvevő egy lav mic-kal együtt, amit a Zoom készített. Átbeszéljük a specifikációt, audiotesztet is fogunk csinálni, és a videó legvégén megmutatom, hogy milyen esetekben használom ezt, vagy mikor nem, és azt is elmondom, hogy mi az az egy funkció, ami miatt ez teljesen a versenytársai fölé megy. Kezdjünk bele, de előtte intro. Tedd fel a kezed, hogyha podcastelsz, videós vagy blogger vagy újságíró vagy bármilyen tartalomgyártó. Várjál, nem tudod feltenni a kezedet, hülyeséget mondtam, de mi lenne, hogyha ehelyett azzal mutatnád meg, hogy benyomod azt a like gombot? Oké, viccet félretéve, de amúgy tényleg nyomd be a like gombot, iratkozz fel, óriási segítség lenne és megtiszteltetés. Jó, de menjünk vissza a témánkra. Az F2 a tökéletes audio megoldás kreátorok számára, akik sokat mennek össze-vissza a világba. Kezdjük az unboxinggal. Ahogy a Zoom-tól várható, nagyon magas minőségű a csomagolás, minden funkció le van benne írva, és nyilván a dobozban ott van maga az F2, egy nagyon jó minőségű lav mic, kis szélfogó és pár kiegészítő, és itt ki kell emelnem ezt a kis csipeszt, amivel rárakod a mikrofont, ugye rögzíted, mert így tudod forgatni, és annyival könnyebben lehet így beállítani a helyét. SD kártya nem jön vele, de feltehetőleg van néhány micro SD kártyád amúgy is. A minőségét tekintve ez tényleg csúcsminőség, nagyon jó maga az eszköz is, könnyű az egésznek a kezelhetősége, és be lehet csavarni a mikrofont, ami már megint a professzionális szintet mutatja, hogy nem kell aggódnunk attól, hogy kiesik, bármilyen szituációba ott marad. És hidd el, történt már velem ilyen, úgyhogy nagyon jó, hogy van ez az opció. Ha veled is történt ilyen, akkor kérlek, oszd meg a sztorit kommentbe. Amúgy a mérete hasonló, mint a Rode Wireless Go, de mégis ez 32 bit float-ban vesz fel, ami olyan, mint a nyers fotók, ugye audióra levetítve. Mindjárt átbeszélünk még erről pár dolgot, de először beszéljünk a funkciókról, és hogy milyen gombok vannak. Magán a tetején ott van a két becsavarható csatlakozó, egy ugye a lav mikrofonnak, másik pedig egy monitoringra, hogyha szeretnéd monitorozni. Az elején beállíthatjuk, hogy a monitorozáshoz mekkora legyen a hang, visszajátszhatunk, megállíthatunk, és a hátán pedig ott van a hely a tripla A-s aksiknak, amikből bármilyet be tudsz rakni. Ja, és az elején még van egy óriási felvevő gomb, és egy kis indikátor, ami mutatja, hogy éppen felveszel, és amúgy van egy hold switch is, amivel nem fog véletlenül kikapcsolni. A hátulján még ott van ugye a micro SD kártya csatlakoztató, amiben 512 GB-os kapacitásig tehetünk be. Plusz van rajta egy öv csatlakoztató és egy USB-C csatlakozó. Az egyetlen egy problémám, hogy tök jó lenne, hogyha beépített akkumulátor lenne, amit ugye USB-C-vel lehet tölteni, amivel amúgy lehet a fájlokat továbbítani is. Amúgy van egy Bluetooth-os verziója is, amivel csatlakoztathatjuk az okostelefonhoz, és így nézhetjük, hogy éppen mi történik, ami nagyon jó, meg beállíthatjuk a low-cut-ot, elkezdhetjük a felvételt, visszajátszhatjuk, látjuk, hogy mennyi van még hátra, az aksiból, az SD kártyából, úgyhogy ha már egy ilyet veszel, akkor nagyon ezt a verziót ajánlom, hiszen mindig jó, hogy van egy ilyen vizuális visszacsatolás, és talán ez az egyetlen dolog, amit magáról az eszközről hiányolok, jó lenne, ha a kis LED indikátorok helyett lenne legalább egy kicsi kis kijelző. Egy pillanat múlva megcsináljuk az audio tesztet, de most az egy olyan funkció, ami az F2-t minden fölé helyezi, 32 bites float. Ez a technológia azt jelenti, hogy a leghangosabb szignálokat is fel tudod venni annélkül, hogy betorzítana, és a leghalkabbakat is fel tudod hozni, hogyha úgy van.
Ez azt jelenti, hogy nem kell állítgatnod a gényt, a hangerőt, hanem egyszerűen csak berakod a love mic-odat, elkezdesz felvenni, és mint egy nyers fotónál is vissza tudod hozni a halk és a hangos részeket. Ez egy magic. Magic. Tényleg így kb. Feláll a szőr, ha nem létező szőr a hátamon, hogy csak így beszélek róla, mert annyira király, hogy a formatok kapcsán 41,1 kHz-es és 48 kHz-es mind a kettő 32 bites float formátumba, WAV-ba vesz fel. Ez nagyon jól hangzik papíron, de milyen a valóságba, kérdezheted? És akár ki is találhattad, hogy ezt az egész videót az F2-vel és a vele való Love Mic-kal vettem fel, de összehasonlításképpen itt van most a Shure SM7B, amit a MacBook Pro-mhoz csatlakoztatok az Audientevo 8-al és a Cloudlifterrel. Most pedig a legendás Sennheiser MKH416-ot hallod, ami ugyanúgy a kompjúterhez van csatlakoztatva, kivéve a Cloudlifter közötte nincsen. Visszaváltva a Zoom F2-re, hogy hangzik? Kérlek, mondd el a véleményedet kommentbe, és azt is, hogy hol, milyen helyzetben tudod elképzelni, hogy egy ilyet használnál. Ígértem, hogy elmondom, hogy én hol használnám, de előtte hadd mondjam el, hogy hol nem használnám, ez pedig a vlogolás. Hogyha egy Casey Neistat-os vlogot csinálsz, ahol mondjuk naponta 5-50-100 kis felvételed van, utólag szinkronizálni az audiót, az kizárt, lehet, hogy törölsz közbe pár klippet, bonyolult. Nagyon jó lenne, hogyha lenne egy olyan verzió is, amit mondjuk valahogy összekapcsolhatok a kamerámmal, és akkor ott lenne benne, plusz mivel magába is rögzít, hogyha mondjuk ugye, amit az elején említettem, elveszteném a kapcsolatot, akkor is lenne backupom. Talán majd jövőre Zoom. Oké, mielőtt elmondom, hogy mi ilyen helyzetekben használom mindig ezt, hadd mutassam meg, hogy hogyan is lehet ugye a klippelést visszahozni. Hogyha megnézed itt ezt, amit most éppen beszélek, direkt hangosan beszélek, annyit kell csinálnom, hogy csak lejjebb viszem utólag a gént, a hangerőt, és már el is tűnt a klippelés. Ugyanez a helyzet a halk részekkel, hogyha csak felviszem egy adaptív limitátorral, akkor már a hangom teljesen jó, ilyen broadcastes minőségbe lesz. Oké, szóval ahol mindig ezt használom, az hosszú beszélgetések, mint ahogy itt is beszélgetések. Ezek azok, amikor nem a stúdiómban vagyok, és mondjuk valamilyen interjút veszek fel. És 65 ezer forintért annyira durván jó az ára, még hogyha kettőt is veszel. Csak összehasonlítva a Rode Wireless Go-val, hogyha még veszel hozzá Love Mic-okat, akkor egy olyan 90 ezer plusz 60 ezer a két csiptető mikrofon, szóval 150 ezer forintnál vagy, és rosszabb hangot ad ki. Szóval kevesebbért többet kapsz. Instant get. Oké, szóval ez a Zoom F2, de van egy nagy testvére, az F3, ami az F6-nak amúgy a kistesója, szóval ha vannak XLR-es mikrofonjaid, és szeretnéd a legegyszerűbben használni bárhova, ahova mész, de nem akarsz annyit költeni, mint az F6-ra, de szeretnéd a 32 bites floatot, akkor lehet, hogy ez a legjobb opció számodra, és erről csináltam egy videót, ide kirakom, úgyhogy nézd meg. Plusz, ahogy látod, itthon egy nagyon király setupot alakítottam ki, hogy fel tudjak venni a home office stúdiómba. Ha érdekel, hogy milyen hackeket alkalmazok, nézd meg ezt. Lájkolj, kommentelj, iratkozz fel, ha még nem tetted, és a kis csengőt is nyomd be, mert rengeteg tartalmam jön. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, remélem találkozunk a következő videóban, mondjuk ezekben. Klik! Szia! Sziasztok!